Sziasztok! Ez itt az Ideolog című műsorunk, ami nem objektív és tárgyilagos, hanem szubjektív, értékítéletekkel teli, és azért készül, hogy lássátok, hogy más emberek, ez esetben a nézőink, hogyan gondolkodnak a világról, milyen eszméket vallanak, illetve milyen világnézettel rendelkeznek. Ezt a sorozatot hallgatva kicsit kiszakadhattok a véleménybuborékotokból, és olyan gondolatokkal is találkozhattok, amelyekkel nem feltétlenül értetek egyet. Ebben a részben Zelnik Mózessel készítünk interjút a centrista liberalizmusról. Első kérdésem hozzád, hogy mit jelent az, ha valaki centrista liberális. Alapvetően a liberálisok kulturális és társadalmi értelemben baloldaliak, gazdaságilag pedig jobboldaliak. De mitől lesz valaki centrista liberálisként? Szeretettel köszöntök mindenkit, szia Robin! Mielőtt belevágnék a mondandómba, fontos leszögeznem azt, hogy nem minden centrista liberális ember gondolkodik ugyanígy, rendelkezik ugyanezekkel a nézetekkel, mint én, de mindenféleképpen említeni fogom, mikor egyes kérdéseknél esetleg eltérnek nézeteink a szintén magukat centrista liberálisnak való társaimmal. Nos, a kevésbé elterjedt nevén liberál centrizmus, vagy centrista liberalizmus a mérsékelt baloldali liberalizmus elveire építi nézeteit, úgy, ahogy a nevében is hasonló a kettő. Tehát általánosan értelmezhetőre lefordítva, ez egy olyan mérséket baloldalhoz közel álló ideológia, amely nagyon lebutítottan megfogalmazva arra a gondolatra épül, hogy mindenki azt csinál, amit csak szeretne, addig, amíg azokkal másoknak nem árt. Úgy, ahogy nagyon jól mondtad, a liberális, a kulturális és politikai ideológiai értelemben baloldaliak, viszont gazdasági értelemben inkább a jobb oldal felé húznak. Fontos kiemelni, hogy a kettő dolog nem minden esetben függ össze, azaz egy liberális ember is kedvelheti a tervgazdaságot vagy a korporativizmust, illetve egyéb harmadik utas gazdasági rendszereket, de ez kevésbé jellemző. Azt, hogy egy alapvetően liberálisan gondolkodó emberből hogyan lesz centrista, általában kettő fő ok határozhatja meg. Az első a baloldalból való kiábrándulás. Sok centrista ember véli úgy, hogy a politikai oldalakhoz való tartozás és ragaszkodás idejét múlt, a 21. századra már teljesen értelmét vesztette, mivel társadalmi megosztottságot szül, és a mai világban a progresszív nézeteinkből fakadóan nem ebben látjuk a jövőt. A második ok az, amikor olyan mérsékelt és más ideológiákkal szemben megengedőek az adott személynek a nézetei, hogy azonban még mindig a liberalizmus alapköveire épül a világnézete, de vannak olyan liberális törekvések, amikkel ez esetben az adott személy nem ért egyet, vagy vannak olyan nem liberális törekvések, elképzelések, amikkel viszont egyetért. De ez a mai világban szerintem teljesen elképzelhető, mivel úgy vélem, hogy senki sem tud egy adott ideológiával 100%-osan azonosulni, hiszen az emberek különböznek. Mellesleg megjegyezném, hogy én a kettő fő ok közül mindkettő ok rámérezkedése miatt vallom magamat centristának. A második kérdésem, hogy hogyan alakult ki a 20. és 21. század politikai centruma? Nos, minthogy azt mind tudjuk, a II. Világháború végén, a Németország és Japán legyőzése után a nyugati szövetségesek és a Szovjetunió között elkezdődött a hidegháború. A fasiszták hatalomgyakorlásának végetvetése után már csak két fő ideológia maradt képviselve a világhatalmak által, a nyugat-európai szövetséges államok, illetve az USA által képviselt liberalizmus, és a keleti, a II. Világháborúból vesztes oldalon kikerült államok, illetve a Szovjetunió által képviselt marxista kommunizmus. És minthogy azt szintén tudjuk, a hidegháborúból a nyugati erők kerültek ki győztesen a Szovjetunió felbomlása által. Ezek az események leforgása után fogalmazhatunk úgy is, hogy a 20. századi ideológiák közti harcokból a liberalizmus került ki győztesen, ezáltal a politikai centrum a liberalizmustól örökölte a legtöbb nézetét. Pont ezek a dolgok miatt van az, hogy sok olyan dolog, ami régbe visszanyúlóan a liberalizmus törekvése volt, ma már társadalmi normává vált. Ilyenek például a szólásszabadság, a törvény előtti egyenlőség, az emberi jogok tisztelete, sőt még a kapitalizmus minél szélesebb körben való elterjesztése is. Szóval röviden összefoglalva, ha nem a liberalizmus került volna ki győztesen a 20. század ideológiai háborújából, akkor ma teljesen más dolgokat tartanánk normálisnak. Teljesen más dolgok lennének a társadalmi normák, amiket követnénk. Csak liberálisok lehetnek ma centristák, vagy más ideológiák is képviselhetik ezt a pozíciót? Természetesen nem csak a liberálisok lehetnek ma centristák, ám bár, ahogy az imént említettem, a legtöbb nézetét, vélekedését a politikai centrum a liberalizmustól örökölte. A centrizmusra jellemző, hogy túlnyomó többségben mérsékelt ideológiákat foglal magába. Természetesen itt is akadhatnak kivételek, de azoknak a jelentősége elenyésző a többihez képest. Legfőképpen a centrumban tartózkodó ideológiáknál beszélhetünk a liberál centrizmuson kívül centrista szocializmusról, centrista ökonomizmusról, illetve centrista szociáldemokratizmusról is, de ne felejtsük el, hogy mérsékelt jobboldali ideológiák is ugyanúgy képviselve vannak a centrumban,
ezért beszéltünk centrista konzervativizmusról, és centrista nacionalizmusról is. Ami kifejezetten érdekelne, hogy hogyan viszonyul egy centrista liberális a valláshoz és a hagyományokhoz? Kezdem a vallással, és utána folytatom a tradíciókkal. Személy szerint én gyakorló görögkatolikus voltam születésemtől kezdve körülbelül 11-12 éves koromig, de már egy jó ideje ateista vagyok, ami semmiképp sem összekeverendő az antiteizmussal. A legkorrektebb módon ezt úgy tudnám körülírni, hogy az Istenbe vetett hitem hiányos, de semmiféleképpen sem tagadom Isten létét. Azonban az összes liberál centrista nevében nem tudok beszélni, mivel az emberek hitvilága, hithez és valláshoz való hozzáállása egyenként eltérő. Viszont egy racionális átlagot felállítva a legtöbb liberál centrista vagy teista, ateista vagy agnosztikus. Természetesen viszont ugyanígy megfordulhatnak antiteisták, deisták vagy panteisták is a képletben, de ez szintúgy kisebb arányban a jellemző. A tradíciókhoz más néven hagyományokhoz bizonyos szempontokból maximálisan elfogadóan viszonyulunk, addig a pontig, amíg annak törekvései nem mennek szembe a liberális törekvésekkel. Tehát ha a keresztény Európában régóta kialakult családi képet erkölcsi hagyománynak vesszük, akkor azzal a liberális gondolkodásunkból fakadóan nagyrészt nem értünk egyet, mivel a liberalizmus egy fontos alapköve az, hogy szexuális orientációból, nemből és raszból adódó társadalmi különbségeket megszüntesse. Az, hogy nagy részt, azért említettem, mivel van olyan centrista liberális réteg, aki ebben a kérdésben a konzervatívabb utat választja, tehát nem ért egyet azáltal, ami mint említettekkel. És mi a véleményed centrista liberálisként az államról? Milyen beleszólása legyen egy államnak a mindennapi életbe és a gazdaságba? Nos, én erősen úgy vélem, hogy az államnak is kell szerepet vállalnia a gazdaságban, de mindez korlátozott keretek között. Tehát az állam szerepét a piac természetes önszabályozásában erősen ellenzem. Ezek alatt az árak befogyasztására gondolok, mivel az egyes esetekben teljesen felfogadhatja a piac természetes működését. Azonban, hogy az állam vállalatokat, földeket, ingatlanokat birtokoljon a közszolgálatok működtetése és a közszolgálati munkavállalók kifizetése érdekében, abszolút támogatom. Például rendőrség, illetve állami kézben lévő kórházak, stb. Illetve az állami gazdaságpolitika elhatározásával és működtetésével is abszolút egyetértek, addig a pontig, amíg az nem megy a nép kárára. Például sokkal több pénzét rosszabb minőségű árut vásárolni egy adott országtól, csak is azért, hogy gazdasági kapcsolat alakuljon ki a két ország közt. Ez esetben is természetesen vannak olyan liberál centristák, akik piacorientáltabb, kapitalistább gondolkodással rendelkeznek, de előfordulnak olyanok is, akik sokkal több szerepet adnának az államnak a piacot igazgatni, ez is egyéntől függ. És mit gondolsz a kapitalizmusról? Centrista liberálisként elfogadhatónak tartod a neoliberalizmus kapitalizmusát? Libertáriusok szerint például a neoliberális gazdaságpolitika felszámolta egyes helyeken a mély szegénységet. Egyetértesz a neoliberalizmussal, vagy inkább csak a piacgazdaság pártján állsz, amelyben néha beleavatkozik az állam is azért, hogy ne boruljon fel az egyensúly? Én személy szerint ebben a kérdésben is a mérsékeltebb utat képviselem, tehát a kapitalizmust abszolút elfogadom az állam gazdasági rendszereként, addig, amíg a vegyes gazdaság keretei között marad. Tehát ha elhajlik már annyira a kapitalizmus irányába, hogy például az állami kórházak is megszűnnek létezni, ezáltal magánkézbe kerülnek, azon már csak azért sem értek egyet, mivel feltételezetten az anyagilag közép és alsó osztályban élőknek annyira sem érné meg, hogy a legtöbben képtelenek lennének finanszírozni az egészségügyi ellátást, ami egy létszükséglet, tehát az ember számára nélkülözhetetlen. Az egy másik kérdés, hogy egyes országokban ezek az állami szervek milyen minőségi szolgáltatást tudnak nyújtani, de erről én most nem szívesen beszélnék. A neoliberalizmussal is most fontosabbnál is fontosabb kiemelni, hogy én személy szerint nem értek egyet, mivel sok centrista liberális egyetért. A világban kutatásai szerint 1980 és 1998 között az abszolút szegénységben élők száma 1,4 milliárdról 1,2 milliárdra csökkent. Vannak, akik ezt pusztán az időtelésének és a véletlen eredmények titulálják, viszont vannak, akik ezt az országok piacbarát és egyre piacgazdaság felé orientálódó politikájának eredményeként kezelik, többek között én is. Végül pedig, mit gondolsz az alapvetően baloldali, egalitárius vagy egyenlőségelvű kezdeményezésekről, mint a gender vagy az LMBTQ, feminizmus, stb.? A pontos okairól ezeknek a kezdeményezéseknek most szeretnék pár szót ejteni, hogy érthető legyen, mivel szerintem fogalmazhatok úgy, hogy ez az a kérdés, ami a különböző fajta liberálisokat a legjobban megosztja egymástól. Ezek a kezdeményezések nagyon sok üzenetet és törekvést foglalnak magukba, ezért nem olyan egyszerű a képlet, hogy engedjük-e, hogy a homoszexuálisok házasságot kössenek vagy sem, habár ezt vegyük sokkal a legfontosabb üzenetének az LMBTQ+-nak.
Az utóbbiak fontosságát azért sem szeretném nyomatékosítás nélkül hagyni, mivel e kettő, azaz a gender filozófia és az LMBTQ+, egy pontban eltérnek egymástól álláspont értelemben. A gender studies véleményét a képviselő liberálisok úgy vélik, az emberek nemi identitását a kultúra, a nevelés, a fizikai adottságok és a társadalom határozza meg. Az LMBTQ+ véleményét osztók viszont úgy vélik, hogy ezek csak szimpla külső ráhatások, amik nem befolyásolhatják az ember nemi identitását, mert azzal születni kell, tehát nem változtatható csak úgy. A gender studies gondolatát folytatva az emberben nem csak belenevelhető külső ráhatások által a társadalmi nem, azaz a gender és a szexuális orientáció, de ki is nevelhető belőlük, amit sokan a mai napig úgy gondolnak, hogy ez lehetséges. Azért érzem nagyon fontosnak ezeket tisztázni, mivel nem szeretnék egyetlen nagyra tartott liberális álláspontot sem kihagyni. Én személy szerint kérdés kapcsán az LMBTQ plusz véleményét képviselem, és büszkén állíthatom, hogy túlnyomó többségben a többi liberális társam is hasonlóan vélekedik. Viszont szeretnék szót ejteni a mérleg másik oldaláról is, amiben a társadalmi negatívumok halmozódnak fel, mivel sajnos belőlük is van egy pár. Vannak egyes helyek a világban, ahol a liberalizmus sokak által fogalmazottan túllőtt a célon, tehát az eredeti céljait már elérte, és már kezd elnyomó ideológiává válni, ami mások kárára megy. A leghíresebbeket említve például a legtöbb amerikai film csak akkor lehet Oscar jelölt, ha van benne pár azonos biológiai nemű ember, akik csókóznak, illetve egyes munkahelyeken már csak azért is felveszik az embert, ha homoszexuális, mivel nem szeretnék, hogy úgy érezzen, hogy ennek ellenére nem vették fel, annak ellenére, hogy nem feltétlen felelt meg a felvételi követelményeknek. Nos, azt bátran kijelenthetem, hogy ezekkel liberális centristaként abszolút nem értek egyet, mivel erősen úgy vélem, hogy a liberalizmus alaptörekvéseit és céljait nézve, ez az ideológia csak addig kellene, hogy harcoljon a céljaiért, és a célja eléréseiért, ameddig ki nem alakul a társadalmi egyenlőség a különböző rasszú emberek közt, a különböző biológiai és társadalmi nemű emberek közt, a különböző szexuális orientációjú emberek közt, és kialakuljon a teljes törvény előtti egyenlőség az adott ország polgárai számára, hogy csak a liberalizmus társadalmi törekvéseit említsem. Nagyon szépen köszönöm a szereplési lehetőséget a videóban Robinnak és az Ideológiák Tárháza csapatnak, a nézőknek pedig a megtisztelő figyelmet. Sziasztok! Mi is köszönjük Mózesnek az interjún való részvételt, a hallgatóknak pedig a figyelmet. Amennyiben ti is szeretnétek egy hasonló videóban nézeteiteket, filozófiátokat, vallásatokat bemutatni, írjatok nekünk e-mailt az ideologiaktarhaza@gmail.com címre, tárgyként pedig adjátok meg a témát, amiről beszélni szeretnétek. További információkért ajánljuk a videó leírását, illetve a komment szekcióban való böngészést és kérdezést. Sziasztok!